Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket advent első hetében. Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből a 40. rész első 6 versét. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Megjegyezhetjük, hogy Jézus idejében sem tudtak várni az emberek. Amikor már nem bírták tovább várni a messiást, úgy gondolták, megelőzik Istent. Önjelölt messiások léptek színre, csoportokat szerveztek és ellentétet szítottak a választott nép és az elnyomó római birodalom között. Tragédiába torkollottak ezek a törekvések. Majd amikor eljött az ideje, mikor eljött az idő teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, a világ üdvözítőjéül. Nincs annál nagyobb ajándék, amikor valaki hittel az Úrba veti minden bizodalmát. Minden gondotokat hagyjátok ő rá, mert neki gondja van rátok. Vesd az Úrra terhedet, ő gondoskodik rólad, és nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Aki átmeri adni az Úrnak a terhét, azon annak bizonyosan meg is oldódnak a gondjai. Aki viszont a saját kezébe akarja venni élete irányítását, az saját maga lesz, lehet az isteni csoda akadályává. A keresztény élet nem jelent tétlenséget. Nem jelenti azt, hogy nekem nincs semmi feladatom, Isten majd úgyis megoldja helyettem. Pál apostol is figyelmeztette a gyülekezetet, akik ölbetett kézzel semmit nem dolgozva várták Jézus visszajövetelét. Orando et laborando olvasható a debreceni református kollégium homlokzatán, ami azt jelenti, hogy imádkozzál és dolgozzál. Ne értsük félre, nem tétlenségről van szó, amikor a keresztény ember várakozásáról beszélünk, hanem arról, hogy legyenek összehangolva a gondolataim, a szavaim és a cselekedeteim az Úr akaratával. Csak azt a lépést lépjen meg, amire ő is biztat, azt azonban nekem kell meglépni. Mindenkinek megvan az egyéni felelőssége és szerepe, feladata élete eseményeiben. Csak arra vigyázzunk, hogy ne akarjunk Isten elé vágni, őt megelőzni, saját fejünk, akaratunk szerint őt meg sem kérdezve dönteni. Rákutató professzorokat kérdeztek meg a lehetséges okokról és a megelőzésről. Szinte kivétel nélkül elhangzott, hogy mi magyarok sajnos ebben is élen járunk. Évente egyre több hazánkban a rákos megbetegedés, okai összetettek, de bizonyosan ott áll a háttérben mind az egészségtelen életmód, mind a stressz, mind a genetikai hajlam, és a szűrővizsgálatok mellőzése is, ami pedig életet menthet. Az egészségtelen életmód része, hogy nincsenek megküzdési stratégiáink, ha gond van, nem beszéljük meg egymással, hanem azonnal robbanunk, vagy éppen a szőnyeg alá söpörjük, nem tudjuk a konfliktusainkat megfelelően kezelni, és már a kisgyermekeknél is fokozott agresszió figyelhető meg. Hiányzik az egészséges családmodell, ahol akár több generáció egymást segítve él együtt, nincsenek kapaszkodóink, kiveszett a hit, az istenfélelem, ami nélkül nehéz megküzdeni emberfeletti feladatokkal, terhekkel. Keresztjének ébresztő. Ne vágyjuk meg, hogy a szervezetünk jelezzen. Ne hanyagoljuk el létfontosságú kapcsolatainkat, sem Istennel, sem egymással, sem önmagunkra vonatkozóan. Így áldja meg Isten mostani adventünket. Amen.